Végre süt a nap. Úgyhogy szépen ezt a napot úgy töltöm el, ahogyan csak akarom. Egyetlen probléma van, hogy csóró vagyok, mint a szemét. De hát ez van. De hát ez csak azért lehetséges, mert az egész fizetésemet porcelán cicákra költöttem. Mert a porcelán cicák rohadt jók. Hát ezekkel mindenfélét lehet csinálni. Például azt, hogy porcelán cica, porcelán cica. Mert végtére is lehet bármennyi pénzed, azzal nem tudsz ilyet csinálni. Porcelán cica. De ez nem is az. Na mondtam, ezzel nem működik. Tehát tök mindegy, lehet akármennyi pénzed, semmire nem mész vele. Én előbb azt mondtam, hogy nincs semmi pénzem, akkor mit keres itt az alatt ezzel? Na mindegy, mindegy, mindent megtehetek. Ez a szemembe fog lógni. Állítsuk össze szépen a szettet. Törölköző, ez kis csapvíz, némi könyvek, nap, az nem kell, búvár szemüveg, és természetesen porcelán cica. Na, akkor induljunk is meg a part felé. Na, ugyebár mivel full csóró vagyok, így benzinre se terlik, tehát ezt a két komát nem vettem igénybe, kénytelen vagyok elővenni a gyerekkori bringámat. Igen, ez már megvan 12 éves korom óta. Erre a bringára mindig számíthatok, ha épp semmi tallér nincs. És kénytelen vagyok hót egyedül menni, mert még a Bodo bácsi is lemondta az utolsó pillanatban. A béka meg fel sem veszély, úgyhogy rohadjanak meg. Ez a kedvenc idő, a nap azért süt még rendesen, de a szél is fúj, és jó kevesen vannak. Úgyhogy örömteli. Viszonylag ez kellemes. Szeretem a hullámokat, azokat már kevésbé. Itt most, ahol éppen úszok, itt ilyen 8-10 méter lehet a vízmélység, úgyhogy nem kéne lesüllyednem. Ez a romba velem víz. Hát jó, ekkora szélben, ekkora hullámzásnál elég nehéz úszni. Folyamatosan az orromba megy a víz, de elértem arra a kis szigetre, amit mondtam. Itt most leír a lábam, amúgy egész végig nem ér le. Meg is mutatom. Igen, a hajgumi az elveszett út közben, úgyhogy nagyon kellemes lesz visszaúszni majd. Nem tudom amúgy mennyire látszik GoPro-n keresztül. Van itt a stésor fölött egy ház, és a fölött egy torony. Nem valószínű, hogy látszik, és nem is tudom, mivel a GoPro-nak nincs kijelzője, még újjal sem tudom megmutatni, hogy merre felé van. De ott van egy torony, akár látszik, akár nem, úgyhogy én most a jövőbeli énemnek integetek innen lentről. Szevasz, future én, szevasz! Ennek a mozdulatnak majd később lesz jelentősége. Egyszer lesz visszaúszni, hamatkos mindenok. Itt vagyok. Útkező párszor majdnem belefulladtam a saját hajamba, de túléltem. Na, a napi mozgás egy része megvolt ezzel a bringázással, ezzel az úszással. Egy kis pihengetés is volt, úgyhogy most jöhet az olvasgatás. És én szerettem a történelmi könyveket. Ezekben nincs semmiféle goblin, semmiféle orkok, tündék,
se űrhajók, se zombik, vagy vámpírok. Ez a nettó igazi történelem. Ez a másik könyv, ez pedig nem kevesebbet próbál meg prezentálni, mint hogy tegyük az embert istenné? Hát én szívesen lennék isten, úgyhogy az ezt kiolvasom. Kamisama! Őseinknek meséiből, históriás énekekből, szájról szájra, dalok szárnyán, jutott el, e mondza hozzám, hallgassátok, mit mesélek, mondák meg én. Sétálgassunk kicsit itt a part mentén. Természetesen mesztén láb, úgyhogy darazsak, izzítsátok csak a furlánkotokat, mert jövök. Ezek a nagy bölcsfák, ezeket mindig szeretem. Meg is nézem, hogy mit üzen nekem a fa. Meghallgatom. Grandiózus hasmenésed lesz attól, hogy előbb az úszásnál annyi vizetben nyertél. Na de fa! Azért nem kéne ennyire pesszimistának lenned. Na jó, elég sokat strandoltam szerintem. Nap már kezd veszíteni az erejéből, úgyhogy elnézek a futópályára. Mi a helyzet? Na, itt vagyok a futópályán, hát igazából két probléma van. Egyik, hogy azért még mindig baromi meleg van. A másik meg az, hogy hát igen, papucsba vagyok. Nem tudom, mennyire lesz kellemes papucsba futni. De hát egy életem van, teszek vele egy kísérletet. Eléggé fos papucsba futni, folyton le akar esni. Ráadásul ez a hülye fürdőgatya is folyton le akar csúszni, úgyhogy egyik kezemmel folyton tartani kell. Meg még ez a hülye táska is rajtam van. Hát, szerettem volna egy ilyen mini triatlont, hogy ugyebár bringázok, úszok, futok, de hát 2 kilométernél többet ugyan nem futottam most le. De hátra van még ugyebár az a bizonyos hegy. De még előtte muszáj volt hazajönnöm, mert már irgalmatlan éhes vagyok, egész nap még semmit nem ettem. De szerencsére, mikor éppen a porcelán cica piac pangott, befektettem pár vetőmagra, amik mostanra úgy megérettek, rengeteg paprika paradicsom van itt, úgyhogy ugyebár nincs pénz, ezek viszont semmiben nem kerülnek. Bezabálok jó kis paradicsomból. De rohadt jó ez. Mondjuk akinek gyomorsa van, annak nem ajánlom. Az ingyen kaja. Szedjünk egy kis füvet, azt ebédeljünk meg. Itt még meggyet is találtam. Na hát akkor nem is lesz ez annyira rossz kajálás. Hát némileg egyoldalú, de legalább ingyenes zabálás után van még hátra egy feladatom ma. A múltbéli énemmel kapcsolatban ugyebár van egy elmaradt számlám. Nevezetesen, hogy vissza kell neki integetnem, úgyhogy irány a torony. Természetesen ezt is papucsba, mi másba. A 8 órási harangozás, hamisítatlan magyar tájak, szőlők mellett haladok el, és a lemenő nap sugarai kísérnek engem egy emlékműhöz. Most ennél komolyan van valahogy feljebb. Ez a csúcs szerintem. Na, megérkeztem hát a toronyhoz, ami azt jelenti, hogy szépen vissza tudok integetni a múltbéli önmagamnak. Tehát kirekkedt társaság, amikor az ember téren és időn keresztül tud ugrani. Valamerre arrafele fuldoklottam éppen, amikor erre néztem föl. Úgyhogy szevasz, past me, szevasz!
Élt túl, kitartást. Köszi a biztatást. Na tehát akkor mai napra barnulás megvolt, edzés megvolt, pénzt egyáltalán nem kellett költenem, és még élveztem is. Úgyhogy life hack. Erre varjál gombot, Bodovács, hogy nem jöttél. Még nincs vége a napnak, úgyhogy itt most szépen ledriftelünk. Menni kell, hiszen ismerjük azt a mondást, hogy a téli forma nyáron alakul. Na, hazaérkeztem. A nap is lement, úgyhogy ez volt az én kis pénz nélkül eltöltött napom. Hogyha van olyan ember, akinek tetszett, akkor mindenképp vegyen porcelán cicákat. Lendítsük fel a porcelán cica ipart. A rohadt életbe, viszont úgy néz ki, annak a fának bizony igaza volt, úgyhogy viszlát!